Sziasztok! Jó napot kívánok! Újfent a Petle stúdió lennénk, és Wolfeko utasítására, akit innen üzennénk, Wolfeko. tehát szia Wolfi! Egy újabb Gameforge játékot fogunk Gomeforge. Tehát tesztelni, ez pedig a már videóinkból jól ismerhető Warpfire. Igen. És én egyébként az első körben mondtam Petnek, hogy nem tudom, hogy én erre még készen állok. Tehát tudom, hogy elég sokszor próbálkoztunk, meg beszéltünk róla, hogy ezt így meg fogjuk tenni egyszer, de most ez így nekem nagyon nagy lépés lesz. Tehát kis lépés ez a többi embernek, de a Petle stúdiónak ez óriási. Na, hát amint láthatjuk, a Warfire három szövetségből áll. Egy United Star of Crops, egy Free Galactica Federation. Federation. Ja, igen. Outer Warlord. Na már most, tudni kell az Outer Warlordokról, hogy banditák. A Free Galactic szopóállarcokról tudni kell, hogy vezető gazdasági cég. A United Stars of Cropsokról valószínűleg egy kibaszott köcsög hadi szopó mocskos galaxis gecik. Ezek vannak leírva, úgyhogy ezek közül lehet választani. Kaptunk egy gyönyörű űrhajót, indulás! Nem kéne először valamit szopni? Nem. Nem, jó. Csak ez most be kell töltsön. Amit a te géped, de nem tudom, hogy fog megoldani. Milyen gyorsan töltöd? Hát azért még nem. Még itt lesznek. Hú, hát mutatják a izén a... 2/15, tehát jól áll. Mutatják a szopóállarcokon, hogy hogyan kell kattingatni itt a cumikán. És lehet húzogatni a fityvállat. Művelet megkezdése 1-től 0-ig. Zoom in out a shift és a control. Space az... Warfire! Célpont, mozgás, választás, zoom out. Nagyon jó, tehát 2 percnél vagyunk, és már 4 betöltött a 15-be, szóval szerintem ez egy 2 részes összefoglaló lesz a Warfire-ben. Ragasztak a telefonodra egy Rios matricát? Ne. Jó. Jó. Csak mondod, megkérdezem. Kösz. Azért. Adjál a miéket, te köcsög. Az itt a Rios matricát. Biztosan magad? Nem. Van még ilyen madárka, meg madárka, és van... De ez milyen aranyos ez a papagáj, ha? Meg. Fehér. Végül ja, kérem, bazd meg. Hát már is szopott, szopó állarcozta. Úgyis most töltöm úgy. Ja. Tedd rá. Most éppen. De helyezd rá. Ne! Mit csinál? Úgyis! Lejtette! Nem, ez nem az, aminek látszik. Menj már rá, start, rejöttem. Te szopó állarc. Fölhelyeztem a matricát. 18M. Bámentem a start. Úristen! Na. Hát vagyunk egy ilyen lófasz közepén, itt most betápláltam a térképbe egy vasat, oda megy föl és felszivattyúzza, tehát ahogy így megyünk, így felszivattyúzzuk a vasakat, már a rakterem az 200-at bír befogadni és 12 már megtelt. Ez a játék maga ilyen interaktív. Amúgy nem olyan rossz, mert így... Végülis effektek azok egész jók, tehát ez a körbeizél, meg szürke kalóz, level 1, úristen, na nézzük csak. Meg tudtam mondani. Várjál, mert nincsen. Na, hogyan kell? Szorrá öltem. Hú, itt annyira hanghatások meg, hogy le kell halkítanom, mert még agyfaszt kapok. Na, ez te... Ezt ilyen úgy kell, hogy így fel kell szopódni a izéket, a cumikat. Amik így kint lebegnek a szopóba, azt így fel kell szopni. Ja. És csomó ilyen galaktik map van. Ilyen... Mik ezek a körök? Galaxi map. Űrállomás. Menjünk be a űrállomásba. Körkapitány. Körkapitányba? Most mi van? Gondolom tölt. Nem. Várj, nem, ez az űrállomás. Igen? Aha. És akkor ilyenkor mi van? Fegyverek, lőszer, generátor, extrák. Mi? Herezacskó? Ja, kereskedés. Hereskedős, úristen. Olyan a K, mint a H betű lenne. Mert ez ilyen galaktikus nyelv, és ilyenkor mindenki már szopó. Tummendári. Vas nyers, vas fáradt. Add el, elad. Igen. Eladjuk a beszedett nyers faszomat, és kapunk érte... És most... Kapunk érte 4 smart pontot. Tehát van 10.061 kreditem, és... Thoriumom 1001. Nagy a thorium. Az valami rádió. Valami kemény. Valami nagyon cuma.
Na, hát szerintem eddig ez a legépítőbb jellegű játék, amit eddig teszteltünk a műsor során. Hát... Mondjuk az első valami cyberhű. De Hát, ezért. legalább. De a nap az követ minket, és szerintem nagyon... Jó, mert akkora most, na. Mert nagyobb, mint a faszom. És mi nem támadnak meg a kalóz? Hát gondolom ezek még csak ilyen level 1-es ilyen Ja, ezek ilyen cunamik. poroszkálódnak, meg mit tudom én. Ez durva. Ilyen kis szarunk van is, mert tök komolyan szét tudjuk Hát baszni már őket. kaptunk alapból 25 rakétát, és azzal elég könnyen meg lehet ölni őket. Ah. Na ez az. Tehát így a játék maga ilyen kattingatás sorból áll, fel kell szedned a szopókat, kattingathatsz, hogy meg... Mondjuk Ja. ennyire minden játék arról szól, hogy kattingas. Nem? Az már a másik, ja. Végül is ez nem olyan nagyon rossz, csak. Mondjuk fejlődőképes játék. Mármint, hogy így ilyen egyre nagyobb űrhajód lesz, gondolom, és akkor egyre jobban oda tudsz baszni a kicsiknek. Átjöhetsz menőzni, hogy neked már 2 centis az űrhajód, nekik még csak 1 centis a Ja, farkuk, úgyhogy... ja. Úgyhogy én azt mondom erre a Warfare-re, mert... Találtam egy lézer És ott megy a lőszert. csík, úgyhogy minél többet Az kap... exp szerinted vagy? Aha, az hát. És ilyen lassan megy, már megöltem 30 izét. Mit? Szarrágot. Sajnálom, ez nem olyan könnyű. Mi demilitarizált zóna? Itt van. Az... Roland, 1993. Tehát itt van. Demilitarizált, az azt jelenti, hogy nem ölheted a másikat. Mondom, hogy De én nem ölheted. rakétákat lőnök rá. Ne, rohadt, menekülj! Meg fogunk ölni! Itt körkapitány beszél, kérem, azonnal adják át a jajójukat, különben fotontorpedókat fogunk küldeni rájuk. Kok is, meg Fézer ágyút is élesítik. Úristen. Na, ez nem rossz. Tudod, mire hasonlít nekem? A spornak a izéjére. Spornának az Aha. űrkorszakára? Mi nem? Csak az jobb. Hát az sokkal jobb. Ott Csak az három jó. kéz kell ahhoz, hogy kezel, tehát annyira összetett a Csak játék. az jó. Ja, annyi különbség, hogy az játék nem netes cuccedli. Na, tehát az űrkomba, az űrhajó szopóban, nem úgy játszottam ezzel szerintem régebben, csak már nem Én is. emlékszem rá. Meg van ennek is egy tenger alatti változata is, a Mi? Depolis, vagy micsoda. Depolis. Ugyanez csak tenger alatt vagy, és ilyen robothalakat kell És lőni. csattoghat a herezacsid a homlokukon. Aha. Hí! De az elég. Jó, hát most azt mondom én, hogy azért... Ja. Tehát nem olyan rossz ez a játék amúgy, szerintem. Nem. Az a baj, hogy a nyilakkal nem lehet irányítani. Mi szerintem gecitré. Nem lehet, tényleg. VASD, mi van? Semmi. Nem, tényleg nem. Bár Nem. még megnyomkodok valamit. Figyel! Rá lehet zoomolni. Kemény rajonka, nem vagy. Nagyon. És ennyire ki lehet nyomni? Úgy látszik. De kemény. Ki lehet nyomni a faszotokat idáig. Ja. Szóval lehet zoomolgatni, és ez itt mi a bré? Ez egy kapu, nem? Vagy mi az? Lehet ez egy másik univerzumba teleportál. Csillagkapu. Na, akkor összefoglalva, mit tudunk elmondani a Warpfire-ről? A Warfire-ről, amit Wolf is ami mondom, Gameforge játék. És amúgy meg Gameforge-os is, szóval. Ja. Biztos kemény. Gameforge! Hát Kovács! Zsig, mond! Kibaszott Bocsánat. kopcs. Kovács. Mármint a Forge. Most Ja. Kovács. Azt hiszem. De lehet, hogy nem. Jó, majd valaki mondja meg, hogy a Forge az Kovácsot jelent, de. De azért De biztos. azért beszélni még nem tudunk. Na, 9 percnél járunk. Nem hiszem, hogy ebből tudnánk valami második részt kihozni. Nem! Így fog csattogni a homlokotokon, hogyha játszani fogtok. A Na, faszom. az van, hogy szerintem ez a játék, ez inkább pusztít, mint épít, és a Gameforge ezzel a játékkal, mint az szerintem az összes többivel, így egy olyan baklövést követett el, ami ilyen szánalmas. Tehát ebből is lehetne jó játékot kihozni, csak nem tudtak. Amúgy nem azt akarom mondani, hogy nagyon szánalmas, csak... Lehetne rajta. Mondjuk én azt mondom, hogy mindig ez a legjobb, így a többi közül, nem? Ja. Végül is. Szóval nyugodtan játszatok vele, de azért ne. Ja. Tehát azért Szóval aki játszik vigyázzatok vele, azt nem fogjuk magatokra. lelőni, mert nem tudom, de azért nem. Na, mennünk kell, mert lejár az idő, úgyhogy sziasztok. Igen. Legyetek rosszabbak, mint És általában. csattogjatok Ja, sokat. csattogjatok sokat. A herezacsi. Ja. Is.